Így van, igen. Na, hát be kell melegednem nekem is az autónak és mindennek a világa. Úgyhogy zsa. Zsa ki a pályára. Kína. Chinese! Nem szar pálya, csak nem tudom, nekem olyan... Már rég voltunk rajta, rideg. Mondjuk. Nem ilyen napos az idő, hallod? Amúgy ja. Mint most ez, kint, ez csak úgy... mondjuk lehet, hogy nincs mínusz 100 fok. Ez mondjuk egy kicsikét... Még... Azért legalább pozitívum. Hú, de rég játszottam már úgy bármilyen Forma 1-es játékot. Rég voltam gép közelben is, mert tegnap például kicsi voltam. Júj! Júj! De megdobta magát az Otto. Milyen forró csoki volt, jó? Vajon milyen Feri, rohadjál meg? Na mi? Ja! Ja, már kiment a vidinyó, már le is maradtam ja. Róla. Levaradtál róla? Lehalod. Hallod, mire beletekergettem és tudomásul vettem, hogy... Hát én azt aludtam. Milyen idiótán nézek ki benne. Mert végig tekergettem a pár jelenettem, azt 150 like volt rá, hallod? Meg kiakadt a nézettség számláló. Na. YouTube szerte. Felrobbantottuk a csatornát felé. Az fasz. Nem tavazottam ennyien néztek. Van rajta 3000 megtekintés? Te, mikor hát, ment ki tegnap? Tegnap este 9. Jújjúj, itt ekkora kanyar van. Ó, 7,4. Mi? 7,4 ezer. Nice. Nice. Ja, ez a hosszú egyeneses kigyorsítós, ilyen trükkös első kanyaros. Én erről rohadtul nem emlékszem. Á, végül is annyira nem szar pálya. Van benne kanyar. Nem mondom, jó. De nem szar. Aha, és akkor itt a kettő, ja. Nagy fék. Csak 1100 fok volt a bal első fék. Az nem is. Az nem. Jaj, ennek olyan a... És nem üveges lett be. Szélegyenes ráfordítója, mint az amerikai pályának. Azt hittem hirtelen azon vagyunk. Kajak. Feljelentőzött Amerikába. Ugyanolyan hármas balos. Félvég is kín. Anyád, mi a szar, Bottas? Hallod, konkrétan belém jött hátulról. Belém csapódott, mint jaj, egy vadállat. Itt ez az ember hogy megy? Jó, mondjuk már lágyakon van meg minden, de... Én is. Na. Szóljatok a hangos a játék, vagy valami. Nem tudom, hogy kéne egy csesztettem az autóbeállítást. Nem mondjuk eléggé kanyargós, de... De az úgy aki... Úgyis legyorsulnak, mindegy, mit csinálunk. Na ja. Hoppa, 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 Feri. Azért, a hátsó egyenesekben jó, ha balanszol van. Hát ja, azért igen. Szavaztok, hello. Hello, Sobel. Hello, Repa. Hehe. Hát majdnem meg is lesz a Forma 1-je. Én azt hittem, hogy szobat van, hallod? És bár készültem arra, hogy... Érted, bulizom. Én szerintem tegnap a stream végén azt is mondtam, hogy holnap folytatjuk a... Kajak! A PS-t, ja. Még én is egy nappal el voltam tájolódva. Valamelyik nap. Hát... Jó, az a szélegyenes ráfordító. Jó. Itt is fasz az út. Ja, mindjárt széttörik a kezembe a kormány. De jó ez a izé kakaós csiga. Kinyomja a seggét. Nyolcasba indul a kanyar, az kettes lesz a vége, így vissza kell szép lassan engedni. Ja. Egy szeget hozok magamon abba a kanyarba, az erős. Jó, hát Bottas a tizét. Én meg bármat. Amúgy is falnak csapja meg én a büdőségére. Ja. Én adnám. Intézzük már úgy. Hú, ez de egy full gázos kanyar volt. Az. Én meg majdnem ráfékeztem, de mondom nem szól a izé vonal. Mi lesz velünk vonal nélkül? Mondjuk lehetséges, hogy tudatosabban fogunk legalább vezetni, de... Hát... Én nem tudom őszintén szólva.
Teszi ám a farát a gép. Farhát? Nem fej. Nem. Ki mit reggelizett, gyerekek? Feri farhátat. Nem, én csak virzslit. Én szerintem a héten minden nap azt reggeliztem. Jó is az. El is fogyott az egy kilós virzsli. Micsoda, egy kiló virzsli? Aha, te nagy zacskóval vettem. Ó. Oh. Ha de mi ez a C legyenes? Feljött a vakon? Egy fazék bab főzeléket? Én mondjuk izét ettem. Tegnap. Ja, az reggelre jó gyomornak. Mi volt az? Ja, az lencse volt, ja, akkor semmi. Hol az rakás szar? Mi? Lencse. Én szeretem lencse leves, vagy mi volt az? Mintha homogot ennél. Homokkal. Volt benne hús, minden, fasza. Jaj, felejtek, hús is van a lencse főzelékben. Ja. Hát jó volt, hát már majdnem ez a főzelékes izé volt, beütése, de leves volt. Megmelegítettem, az folyt. Úgyhogy... A főzelék is folyik. Hát igen. Csak nem nagyon. Jó, standardon voltam, mint... Izé, fogyasztás. Na, kezdenek alakulni a köridőim. Pazeg! Hát majd, ha nem lesz nyomvonal, akkor táblákat kell majd nézni, akkor nem lehet kivinni a táblákat. Hát igen, nem lesz pluszpont Riffendelni. Csak akkor minden kanyarba jegyezd meg, hogy melyik táblánál kell fékezni. Anyád. Hát igen. P2? Na. Vajon ki van előttem? Hé, az előbb én voltam ott! Hello, Feri. Most már harmadik lettem, de jó neked. Jó, mondjuk szerintem pont négyen jöttünk eddig a pályára. Hú, ezt jó, elcsavartam ezt a kanyar. Megtekerted? Új. Jó, szarú vettem be. Pont nem az íven mentem amúgy. Új, de szépen levágtam. Csak az a baj, most ez lesz a leggyorsabb köridőm, és aztán még nem értem majd, hogy miért rontok mindig abba a kanyarba. Ó, Feri, te már lágyakon jössz, rohadjál meg. Aha. Ajaj. Mondjuk bele kell jönni. Akármivel jössz. Ja. Sült virsli plusz ránt. Füstölnek a... gumik keményen. Izét akartam még egyébként. Hát vagy imótnak, vagy... Lencsefőzelék? Subikonnak. Nem. Kolbász, csak hát az most hogy néz ki, érted? Valami arany kolbász. Legyen de... fekete kolbász, Feri. Legyen fekete? Ja. Ami még ezében néz ki furában. Csak a füstölés miatt. Igen. Hol a box kiárat? Ja, hogy ez a nagy szar. Ja. Jó. Nem tudom, szarbetomból csinálták ezt, hogy miért csúszik ez ennyire? Lehet. Térjetek vissza YouTube-ra, like, ha te is ezt akarod, dislike-oljon. Az a te... Na, az a leggyorsabb gumi, a piros? Aha. Nincs hó, egy like, egy centi hó. Látod, milyen sok esett? De mi ez a portos bajusz? Jó, na. Abból a kameraszögből
nem volt túl előnyös. Talán. Mindenki azt akarja, hogy menjünk vissza YouTube-ra, mert hiányzik nekik a régi videó. Na de attól még nem lesznek olyan régi videók. Érted? Örülnék egy ilyennek is Fortnite-os változatban. Ti melegek vagytok? Hú! Úristen, Bottastól még 2 másodpercet kapok. Ott eljössz itt Dávid. Széjjel nyom az autót, érted? Tök büszke vagyok. Ő meg csak így egy kézzel. Egyre jobb köröket futok. Most gyors köröm vagy? Nem, levezetőn. Uha! Kicsapta a farát. És 2 fekéceket kapott tőle. Úristen. Slow mode van a cseten? Az eddig is volt. Ja, mindig volt. Vagy most mi? Esetem. Sőt, 1 órás van. Vagy mi? Ez a follow chat. Hát 15 szek van. Hogy ne spameljünk. Ja. Babfőzelékre soha ne igyatok tejet. Ó, értem, mire gondolsz. Hát nem érhet a babfőzelékbe. Hát... Abban van, kell tejjel elkészítésnél, én nem? Tudom én. Tehát a függ milyen bab? A zöld bab főzelékhez szerintem használtak tejet vagy terméket. Hát fehér! Tejföl. Na, tejföl, hát nem ugyanaz. Feri, most így átcsapjod a szembe és beléd menjünk. Kérlek! Na most melyik sávba kell menni? Ez a 4-es főút problémái. Amikor egyszer csak kétszer két sávról átmegy egyszer egyre, vagy hogy mondjam. Ez 80? Oh. És észre se veszed. Azt mondom, minden főzelékbe kell. Apám is kielőzött reggel most, ahogy mentünk egy kocsit, azt ott maradt a belsőbe. Azt jöttek szembe, mi meg csak néztünk. Rántásba kell. Aha. Na, azért mondom, hát fehér! Akkor van benne valami tejtermék, nem? Én még azébe is volt, hogy raktam tejet a tojás rántottába. Egy picit. Kicsit így több lett tőle, meg... jó lett. Aha. És megérte? Nem tudom, rég csináltam. Majd kipróbáljuk. Hát nem egy litert. Nem izét akarok enni. Kakós tojást. Vagy mi az teljes tojást? No ki a pályára, srácok, várjál. Szóval, melyik szektorban jobban mindegyikben, oké. Okay. Melyikben a legjobban? Első szektort, azt ugye eléggé hozom egyébként. Akkor jó, ráéreztem az első kanyarra, de kerülök. A másodikba, hát hasonlóan kapom az ívet, a harmadikba kapok 1 másodpercet. Csak hát a harmadikba kereken egy... Ja, kajak, úristen. 1 szeket kapok az egyenesbe hátul. Kaphatsz még mást is, Dávid, ha... Azt a jó életbe. De hogy... Jó, azért nem mindenkitől, meg... Aha. Hát de a merg az mindenhol rohadt jó. Hát látod. Speed trap... Ferinek. Mi van? Mit csinálsz velem? Már nem az. És így egy... csapda megjelenik ott előtted. Egy speed trap. 321 km per óra. Max sebességed. Neki 400. Nincs kint az a...
Kihűlt testű buzeráns? Nincs. Fuck. Hú, de elszartam itt. Biztos vagy benne, hogy 10 millióval ment. Ki tudjátok választani, hogy milyen kereket szeretnétek feltenni? Persze. Mi ne tudnánk? Ó, Frunz, hello. Az az alapja. Hát, hogy szerintem a 2000-es évek elejétől is összes Forma 1-be lehetett ilyet csinálni. Érted? 1.38.5-öt megyünk nagy nehezen, szimulás, ez meg 1.36.8-a. Mi a rohadt? What? 3.8-a nem vagyunk, szédűsz. lehet, hogy el kell kezdenünk a beállításokat használni, Feri. Uh-huh. Mondjuk azt mondták, hogy pont ebbe a szezonban a legjobb a... ...izé, márka. De jó. Remélem jövőre azzal mint leszünk. Mintha ezt mondták volna, és hogy idén meg pont szar. Tehát, hogy pont rosszul választottunk. Remélem. De ebben van a kihívás, Dávid. Aha. Hát Fettel se tudtak úgy átülni küldetés. A Mercibe, érted? Aha. És ezért nem is győz azóta. Húj, azt a rohadt bedrifteltem a kanyarba. Ha itt jövök, az baj. Jó munkát, Svexi. Ha van olyan, hogy jó munka. Diszkvalifikál... anyád. Nincs jó munka, csak hasznos. Vagy hogy szokták mondani? Fej életbölcsre. Nem. Idén a Ferrari tényleg szar volt, a fasza. Ja, várj, idén, de mi... Jövőre, ami vagyunk. Most idén, mi a Mercivel leszünk majd a játékban. Ja. Tehát a F18-ban. Hát vagy ami a leggyorsabb. Egy rakétával. Chadizel. Boeing-el. Tíz pont. Lökj a táblákat, ne tudják, hogy hol kell fékezni. Ja, és sorban mindenki belemenne a falba, picsám. Ez igen, basz, Feri. Kiletettem izébe. Mi? Üresbe. Rükverszbe ne rakd, úgyhogy közben mész előre. Százza. Amúgy kajak vissza lehet rakni. Feri motor meghal 3-2-1. Hát 80-nál vissza lehetett rakni. Jó, mondjuk 100-at megy egyesbe, mit várok? Anyád, picsáját! Hát már levittem az egy kört, akkor most miért nem ér ez a köröm? Azt az idióta játékot. Azt mondta, hogy az a köröm nem ér. Nem az, hogy innentől egyik se. Ugye ez ő is a gyakorlókör. Vagy lehetséges, hogy kiegyenlített autókkal kellett volna jönni. Ugye mi milyen lenne? Idén a Merci volt az első, után a Red Bull, majd valahol ott volt a Ferrari. Figyelj, idén Feri jól teljesítünk a Ferkába, jövőre leszerződhetünk a Mercihez. Jaj, jaj. Itt vagyok mögötted. Jó van, Dávid, én meg előtted. Eléggé gyors körön, ami bár nem számít, de... de hát na. Baszki, már megint üresbe raktam. Mi van velem? Miért ott leraktad egyesbe? Én ott üresbe. Hát azt mondom. Hát akkor hát, csak egyesbe raktad, nem? Hát igen. Hát na. Én ott kettesig szoktam abba a kanyarba, ja. El fog fogyni az a szó. Igen, ha iszod, akkor elfogy. Hát ez ilyen.
hogy zabál a turbó. Az nem takaró, hanem terítő. Igen. Na. Hát mi takarózunk vele? Hát egy terítővel nem lehet takarózni. Végre visszatértünk, hát igen, ez az első videó a évben. Állítólag Jaden Smith bevallotta, hogy meleg. Nyomjad! Drive out! Huhú, ezt nevezi mink köridőnek? Buzi a pálya, azt írja. Hát lehet, meg kijössz. Will Smith fia. Ja. Egy másodpercre vagyok még, bottáztam. Egy másodpercre. Azt tudod mennyi? Egy másodperc. Egy. Ennyi. Az egy autónyi hossz. Nem mentem át a záróvonalon, amúgy a box utca kiáratánál. Na kijött már Hamilton gyász is. Na az kellett ide. Eddig érlelte azért. Na itt megy a büdös gyökér. És még csak sárga gumikon van, a flegma buzeráns. Benyom a kuplungot, á nem csinál. Mit jelent az, hogy töltőkör amúgy? Nem tudom, hogy ez tényleg működik-e. Hát visszatöltik a kis kínaiak a benzin. Hogy mondjuk így fél gázon megyek és sokat gurulok? Gondolom. Jézus gyerekek, ennyien vagyunk, hát senki nincs oskolában? Hát. És vagy munkahelyen? Rádris! Halló? Hammerbamblen eléggé durván le vannak értékelve LEGO játékok, LEGO Hobbit, meg ingyenes, de azt tudom, hogy már megvan. Vagy figyeljétek Hammerbamblet? Nem nagyon közöm szépen, Andris, az információt, mondjuk a ingyenes Hobbitról arról tudtam, de hogy az összes kifejezetten olcsó, na azt nem tudtam. Hát Dávid idejelőben nem. Mit jelent az olcsó? Egy 90%-os leárazás, mert akkor Dávid bevásárol. 100%-os leárazás? Mert az tényleg olcsó. A Hobbit az... Nincs suli, nincs suli. Nagyon jó. Na mennyi a konkám? 75%. Nem annyi van Steamen is? Amúgy. LEGO Harry Potter 5 euró meg ilyenek. Hát aki beteg, annak jó bulást. Jó nagy bulás, vagy mi? Jó bulást. Mekkora egy lassú szar ez a csiga, kanyar, ja. Vagy mi. Belemész 300 és tötty mörögsz benne. Én rohadtul nem emlékszik erre a pályára egyébként. Anyád! Picsáj! Mi van, Dávid? Semmi. Onion majdnem meghalt. Figyelj, Tomi, egy csapatban vagyunk, akkor kettő tippelhetsz. Nem egymás ellen harcolunk. Ezt még nem értem, tehát hogyha 75%-kal is el tudják adni a játékokat, akkor miért nem marad azon az ára? Nyilván addig árazzák le, amíg megéri nekik, nem? Amíg lehet, hogy nem mindig. Például most is rendeltem valamit, 9 vagy hány ezer forint volt, és megrendeltem 2000-ért. Na most akkor szerinted 1000 forint is adhatnák, szerintem azt úgyis lenne rajta haszni. Na mindegy. Nem vagyok én izé kereskedelem is, bár azt tanultam félig.
Pedig akkor tanulmányoztattad volna a YouTube árfolyamot. Ja. Hát végülis többen megveszik, 20. De olcsóbban, tehát majdnem lehet, hogy ugyanott vannak, de... Úgy vannak vele, ha sokért adják, akkor is megveszik, de akkor több pénzük lesz. Hát ezért jó a Steamen a kívánságlista, mert látják, nem, csak jó. Úgy hajtalak. Mert ha belerakod a kívánságlistába a terméket, akkor nyilván nem fogod megvenni annyiért nagyjából, mert érted, és akkor látják, hogy hány embernek van kívánságlistán a játék, és látják, hogy soknak, akkor leárazzák, és akkor ja, egy csomóan lehet, megveszik, aha. Mert látják, hogy lehet árazva. És hiába várnak tovább árleengedés nélkül, akik megveszik, akik kiadnak érte annyit, azok már nem fogják megvenni, ugye, már érted? Akik még nem, azok meg úgyse fogják megvenni, csak hogyha leengedik az árat. Ha, mondjuk ez nem ilyeségben nem gondoltam vele. Mert én is úgy vagyok vele, hogy büdös életben nem fog venni a 30 euró körül játékot. Ilyen 20 a plafon, de az nagyon... Anyád, belém jött Bottas már megint hátulról! Mi a szar csinál az ember? Frönc fölment a negyedik helyre. Konkrétan kitolt a rákba. Én, ez kerüljön ide mellém, hallod, leütöm. Hát kevesebbé lehet, hogy többet visznek, azért mondom, hogy... De ha sokért eladnak keveset, lehet, hogy ugyanott vannak. De így legalább többen játszanak volna. Hát, igen. Jó, na! PUBG nem 30 EU. Mert mennyi volt? Mi mennyi? Hát annó még mikor izé volt, akkor nem az volt. Az 30 EU akkor volt. Akkor 30 volt. Mi most mennyi? Már 60. Nézd már rá, Dávid. Azóta kiadták, vagy mi? Hát jó, akkor még majdnem ilyen beta állapotban volt. Hát igen. Mi, amint megjelent, megvettük. Ma már nem is emlékszem. A Daisy-t is úgy vettem, hogy még alfa, beta, gamma volt, az tök olcsó volt. Szia, Adi! Ja. Abba is tegnap jött be az 1.0 elvileg. Okay, és így Tarkon vágta a gépeket. Senkinek nem volt FPS-e. Hát eddig már volt, nem? Hát eddig jó volt, de most valami. De azóta már elvileg kijavították. 1.1. De a F1 2018-at se 30 EU, azt mennyi vettük, az nagyon le volt árazva. Nincs, nem is vettünk még 2018-at. Ja, akkor, na ez, na, jó, oké. De ez le volt árazva, ami 15-re. Ja, azért vettük 20-ra, meg, mert amúgy ja. Még mindig 16-tal játszunk. Ja, jobb, nem benne még egy szezont. Van szarra. Grozsian, menjél már! Így is egy szar köröm van, de tolom le. Ez szar. De jó, hogy van a moderátorunk. Már mi történik? Semmi. Nem is láttam ezt a kommentet. Én se, úgy elvegyült. Ó. Oh. Értem. Én érdekes, hogy egy órányi followot megéri nekik. Meg. Hát, ha nem nyomja ki Feri, aztán EP-ló növekszik, mert több a followerem. Ó, nem megy Gizi. Ja, de megy. Mi van, hello? Szar az autó, mi nem megy? Mi lehet, hogy kajak úgy kellene játszanunk a Forma 1-jel, hogy egyenlő teljesítményűek az autók, mert hát... És így belegondolsz. Mondjuk, hát nem tudom. Hát de élőben se az. Hát, ja. Úgy lenne esélye mondjuk Okonnak meg ilyeneknek nyerni. Ja. Meg Verlen. Érdekes, hogy mik történnének. Amúgy megnézném. De lassú egy buzi szar vagy, menjél már innen! Hát körbeautózza! Nem létező íveket használva. Amúgy most előzött meg, mert előtte tötymörögtem, de...
Na mindegy. Ja, hát jó, de a PUBG az olyan volt, hogy na, 30 euró. Jó van, na, ja. Néha én is beleesek. Vettünk már mondjuk ARK-t is ilyen 40 euróért, nem? Ja. Hogy mennyi volt, most már az is vagy 80. Ó, de ja, én is zsibázatok. Jó, hát amikor, na, jó megy a szekér, akkor nyilván. Hát. Ezért nem veszünk már évek óta játékot. És akkor nem lett volna izé. PUBG-s kakaó, hát most megérte volna, nem? Hát akkor... Ja. Meg a takarót is vennünk kellett volna a boltba. Egy térre való tekintettel, de nem. Ellátnak minket, ruháznak, elágyaznak, hát vagy ja, hogy mondjam. Ezt is kap. És mi rajtad van? Ja. Aha. Van ilyen PUBG-s pulcsink is. Látod, én meg arról maradtam le, mi rajtad volt. Én megmondom neked, nem is ilyen van otthon. Hát lehet, hogy... Jó, én nem sokára jönnek a pólóink. Milyen póló? Póló. Ami ja, a kérték a méretet. Ja, miért nem küldték a... Na mindegy. Azzal egy. GT 5 alapára 30, most meg 15, mert akciós. Hát ez minden héten leakciózzák, baszik. Ja. Én nem értem, hogy GT 5 hogy lehet 30 euró egyébként, ott valamit nagyon jól csináltak. Mert hogy van benne olyan 1000 dollárnyi tartalom, érted? Hát figyelj, Feri. 8 éve tartja magát a játék, most már azért... Hát mondjuk igen. Ideje volt 60-ról lemenni 30-ra. Amit egy átlag játék általában meglép egy 3 hónap alatt. Na jó. Mert ott azért ott, hát na, vannak frissítések. Valószínűleg most már csődbe fog zuhanni a Rockstar Games, mert csak 30 euró. Gondolom. Még most is tartja a top izét a de... Ezt nem kizárt. Hú, melyik gumival menjek? Hogy tudtam ennyit hozni ebbe a kanyarba? Tegyek eső gumit? Hát. Jó, az a pálya jó lesz ez. 3-4 az úgy real, ha meg kinyifan. 3-4 az úgy real, ha meg valamelyik kinyifan, akkor meg főleg. Mi 3-4? 3.-4. hely. Ja. Ja. Csak jó kell csinálni. Akkor nem lesz eső? Elvileg nem. Zsír. Nem, nap, felhő. De utálom a kakaós csiga kijáratát. Mhm, nagyon szar. GTA-nek az új modját nagyon ajánlom, mert mi van benne? Jaj! Hello Boiler! Van Dávid. Semmi. Fűnyírósat játszunk? Boilerről jut eszembe, tegnap néztem a izét, ment a tüntetéses live. Azt írkáltak alatt, hogy ugyanitt boiler adó meg én. Fél családot eladták már ott benne. Cseftelés. Na várj, ez mi is? Érdekes amúgy, hallod? Dávid. Mi? Érdekes, hogy a... Elvileg most nem tudom, hogy a szerkesztett képek voltak-e, de azt láttam a neten, hogy a... Mi? A... Híradóba... Ugye... Volt a tüntetés, le volt fényképező, és odaírták, hogy sokan kíváncsiak voltak az adventi... izére kiállításra. És ezt írták oda. Most nem tudom, hogy ez Photoshop, vagy az real. Az Photoshop. Na, annyira nem néztem. Mondjuk én kinézem a tévéből, de hát na. És akkor fákjás, yes. Menet, érted?
megy. Biztos, hogy csak oda sok. Még ha nem is tudom. Hülkenberg, mit csinálsz? Értem én, hogy szeretnél itt gokártozni velünk, de akkor pusztulj már. A gokártpálya odébb van. Ja, a Hungaroring mellett is van egy kicsi az ilyen szerencsétleneknek, mint te. Akik kiesnek az első kanyarba, mennek a gokártozni. Sziasztok. Gokártpályán Tali. Hungaroringre nem lehet csak úgy bemenni, azért versenyezni. Így egy magadba. De hogy nem Opellal hallod, még meg se kell kérdezni. Opel-ok annyit van a kapu, akkor be lehet menni. Hát. Vagy ha kinyitod, akkor is be lehet menni. Na jó. Nincs ilyen, mint a izén a... Hogy hívják a... Nürburgringen. Mennek százan. Ki mivel akar. Az lenne a fasza. Aztán traktorra. Már mindenki széttöri. Hát. Az autót. Jaj, a GTA-ban GTR van, minden izé van. Copy. Hát, na, jó, ugye nem kell. Four laps of fuel remaining. Four laps of fuel. Húha, 8 körre elegendő üzemanyagom van, hát azért... Driver in front! Kuss már! Driver in front! Jó, hogy Hamilton előttem csak egy tizeddel van, ó, de... Még csak izé médiumon jött ki, anyám! Az még egy másodperc. Motorosok szoktak menni úgy, hogy kibérlik a pályát, meg a kakucsot szokták. Ja. Az... Hát jó, de Hungaroring azért a Hungaroring. Shut up. Jeff. Shut up. Shut up, Jeff. Akkor a kakucsra is kimentnénk, ha ott Subaru-ba olajcsere után. Shut up, Jeff. Dávid. Shut up, Jeff. Hát nem, figyelj. Shut up, Jeff. Shut up, Jeff. Confirmed. More information. És így shut up, Jeff. Megújni. Ja, amúgy... Most még úgy nagyjából olyan állapotban is van az autó, hogy talán... Hogy lehet, hogy szét lehetne törni. Ja. Talán inkább a lakatolás után, de... Egyszer voltam Hungaroringen, akkor is egy biciklis csoporttal mentünk egy kör bringával, soha többet. Hát mondjuk azon a hosszú fölfele úton az jó lehet. Ja. Hát egy Forma 1-es autóban lehetséges, hogy 600 dolgára jobb. Biciklivel hány perc volt? 10? Az az egy perces pálya. Hülkenberg, már megint itt vagy? Értem én, hogy én engedtelek magam elé, de... Azt hittem már hátul fehér gumia van, elől meg sárga. Mi a szar? Új stíló. Legalább tudom nézni, hogy melyik az előzős kanyarok. Nem toltalak le. Véletlen volt. Megfújt a szélem. Köszi Dumicsom. Na, már. Maradjunk. Jó volt, ja. Tök jó az a doboz, mert mehet a tüzelőbe. Ja, mi? Mi? Semmi. Ja. Mennyi lehetne eladni ezt a dobozt, hallod? Bontatlanul. Ez a PUBG-s dobozt. Mert sehol nem lehet, hogy megvenni. Ezt csak úgy csinálják. Ja. Vixitre kirakti vaterára, hogy tesz ezt sem. Nem mint amúgy bárki elhinni, hogy ezt a PUBG küldte, de na. Hát azért sem tudunk így mellé egy képet magunkról. Igen. Becsüljen meg az értékét. Hát én mondjuk adnék érte egy 5000-re. Maximum. Két bögre mondjuk jó néz ki. Meg a jó a doboz. Hát ez special offer, Feri.
különleges, hogyha van. Kodupla annyit adjak érte. Mondjuk. Kezembe vettem a telefont, és abban a pillanatban kezdett rezegni. Amúgy nem mindenben a pénzt látom. Feri első szín mondhatom, ennyi lehetne adni ez a doboz. Én megveszem 50 ezer forintért, ha aláírjátok. Hallod, megvetted. Tied. Még a bort nem kóstoltuk meg, Dávid. Vagy mi pezsgő, vagy mi a tököm az. Az bor? Nem, de nem. Azt hiszem bor. Mit tudom én? Pezsgőt mondunk a videóban. Hát. Azt tudom. De várjam, a wine az bor? Hát igen. Akkor még hogy pezsgőt mondtunk? Nem pezsgőt mondtunk. De. Először pezsgőt mondtunk, és utána kijavítottam, hogy jól tudom. Nem tudom. Hát de új évre nem pezsgő, vagy náluk bor szokás, vagy mi? Hát de... Ha kemény vagy, akkor az. Mert én azért az... gondoltam, hogy... Hát de... Na, mindegy. Kemények borral tolja. Ja. Hát nincsen jó expedíción bányába, Feri. Szomba. Szar az élet. Mi a tököm? Megnéztem, hogy hogy fékez. És hogy fékezett? Na nem tudom, vesztettem egy másodpercet. Igen? Igen. Nem is gondoltam volna. Te se? Nem sokára lesz Feri süteménybánya. Mi? Hol? Az deadnám. Hírsán nyílik? Nem. Süteménybánya. Aha, süti bánya. Sütiből van a fal, és akkor... Sütit kell bányászni, mert 3 óra múlva Feri. Ja. Indul a... bányászás. Uha. 2-2 lett a Vidi Chelsea. Az szép. Tegnap este nézte apám, de akkor még 2-1 volt. Húú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 
Én nem értek 80. percben vagy hogy volt 2-1? Rúgtak egyet. Szép. Hát figyelj. Jó, mondjuk... Végén szép a gól. Hát Chelsea ellen mondjuk nem rossz. Vezettek. Mert azért jó csapat. Egyetértek. Ez ugye? Melyik csapat? Amikor voltatok tökölön augusztusban, akkor én is voltam, amikor volt két jet meghajtások. Ja. Igen. Mi? Kettő? Az kemény volt. Az csak egy volt amúgy, de... Hát ja. Nem a kamion? Jet de. Kamion? Na nézzük, hát ha sikerül még ebből egy gyors kört kihoznom. Legalább csak egy kicsiket edélek már a másik helyen. Egy kicsit. Figyelj, 3/4-en vagyunk, Dávid. Ez nagyon jó. Hát, megy. 85-ben rúgták fel, na szar. Fossza. Szar időben néztél rá. Nem mint annyira néztem, hogy csak épp kimbottam a konyhába. Ja. Na nézzük. Vagy még várattam volna, hogy gumizódjon a pálya. Ha még hova? Ha még hova? Hú, elfogyott a vizem. 40 perc van még oda. Igen? Ha. Azt hittem már keresztek vannak itt a pályaszél. Nem ez szar ez? A időjárás torony. Kicsit úgy nézett ki. Mindig azt olvasom fönt, de lelátom, hogy antilag. Majd a bort azt majd megbontjuk egy meghitt. Itzakán.
megnézzük milyen. Na nézzük. Fúj, de szar. De kit kéne rakni. De szép. What the fuck? Mit hoztam én a... Wow! Mi van? Nem tudom, valahogy beadta a harmadik szektor elég erősen. Hoppá! Ezsüvej! Gyorsabb voltál, mint a mercik. Ja. Olyat én is kérek, Dávid, mit ittál? Nem tudom. Véletlen volt. Elmentél innen. Az volt a megoldás. Wow. Megnézem a legnagyobb leszorító erős izé. Én meg a legnagyobb top speeden gondolkodtam. Álljon nem a legnagyobban, hanem a... Esetleg egy ilyen nagyobban. Majd jobbos kanyarokba hoztam ezt a sokat. Hát figyelj, a mercik felrakják a piros gumarantyút, akkor egyből végem, de... Nem lehet őket megautózni, ez ember... 20-ok vagyunk benne. A speed trap-be, Dávid. Vagyis én 20-dik vagyok. 20. 316-tal, vagy hogy... Kaja. És most raktam rá egy leszorító erőt. Hmm. Most még lassabb leszek. Hát azért rengeteg kanyar van benne, ahol kell a leszorító. Hello, Blatchman! Azt hittem, hogy jobban fog szordítani, mert meg. Blatman! Most maxra raktam, ugye? Azt mondja. Figyelj, megnézzük egy maximális tapadást. Vagy még maximális. Leszorító. Gyorsulás. Aha. Gyorsaság. Uha, kell a csetet húva. Nézni. Ez a maximális leszorítás fel. Az erős. Anyád! Tata Communications. Anyád! Mi? Tábla, Tata Communications. Tata. Gajg azon az írva, ne rögjél már. Én nem rögök. Na, maximum speed. Toljad neki. Maximum best. Of top nekem speed. Is meg kéne venni az összes 1-2 LC-t. Én hanyadik vagyok speed trap-be?
Hol láttad, hogy hanyadik vagy speedrunban? Nekem bemondta random a rádióba. Igen. Ahogy állítottam a izét. Ez a szar. Hanyadik vagyok speedrap. Püdös gyökér, nekem miért nem mondod? Hát figyelj, már két éve használjuk ezeket a széket, talán szerintem eléggé meg vagyunk elégedve. Jó. Speed hát trap. Eléggé... Jó, hát már nem lehet rajta semmit állítani, tehát ez a legnagyobb izével. Hát, jobb, mint a faszé. Ágyat akarsz, akkor... Speed trap, anyád már... Speed trap. Say again, you're breaking up. Speed trap. Copy. Copy, anyád. Ha semmi speed széket, trap. Nem csak akkor tökéletes. P1, oké, köszönöm. Nézzük, miért húz a szekér. Pont tegnap írta nekem valaki privátba, hogy tökő a szék, mert hogy ilyet vett miattunk. Ja, szokták, sokan vesznek ilyet. Aha. Jó, még nem a legdrágább, tehát ez a megvehető kategória, és ráadásul még jó is ahhoz képest. Ja. De mondjuk már 120 ezerért azért nem vennék egy széket. Akár mennyire is izé. Secret Labs, meg mit tudom én, akár Racing. Hát. Figyelj, a Genesisnek nincsen valami OP széke? Nem tudom. Meg kell nézni, alatt? Néztem Secret Labs-et, mert az úgy jó nézett ki. Láttam én Facebook hirdetésben, nem találtam Magyarországon. Akkor jól van. Pedig láttam több helyen is. Streamereknél. Izékén, a saját neves, amiben vele van írva a nevünk. Mhm. Uh-huh. Firi. Firi 24. Én Sörtronoszt vegyek? Hát végül is. Feri, menj már a picsába, mit csinálsz itt? Jó van, na. Bocs. Hát na. Sárga gumim vagyok mó. Na most már fölrakom a pirosat, hogy melyeket gyorsan. Maximális sebesség! Miért ülök benne ferdbe? A bal combom hozzáér a karfa, az a másik meg messze. Én ülök benne. Flagma vagy. Flagma. Nem hiszem, hogy amúgy az Acer Tronos 2 millió lenne. Hát csak a gép, ami meghajtja, az majdnem annyi. A PC, ami benne van. Én egy bicskával ingyen belegravírozom a neveteket. Hát végül is, szikszalaggal én is ide ragasztom, hogy tudod, mert nekiállná itt bicskával szétszakadna. Annál jön maradna benne. Hát nem tudom, Feri. 1.2, mi? Mit nem tudsz? Egyenlőre nem egy hidehúde autó beállítás. Mire raktál, vagy mi van? Kihúztam maximális sebességre, ja. De hát talán 1-2 másodpercet az egyenesbe össze tudsz szedni, de kanyarokban meg sokkal instabilabb az autó, szóval... Mit láttunk Kaubon? F1 2019, mi már van? Igen, Feri, biztosan. Most adták ki, nem hallottad? Hát én nem. Bereznai Dani... Valami ismerős neve, de nem... Tudom, hogy honnan. Bereznai Tamás. Rémlik így nekem. De az valami... Színész, vagy nem tudom. F1 e-sport. Magyar profi F1-es. Ja. Ó. Oh. Azért annyira nem követem a Forma 1-et. Tehát csak játszunk vele aztán. Nem lehet időmérőre a izét beállítani. A leszorító erőt versenyre meg... sebességet, ugye valami? Nem. Felébe. Ja, perc for me. Túl erős kanyarok vannak benne ahhoz, hogy... Hogy az jó legyen? Ja. Tehát, ami Crew 2 ingyenes hétvége, vagy mi van? Most?
Aha. Ó, a picsába. Rendes Forma 1-es kormányt kapott meg széket. Az igen. Tud csak jobban megy, érted? Placidnek van jó fosza izéje. Forma 1-es széke. Székje. Hú, hát a féktáv is olyan szak... Bottas! Már megint? Magaszlak! Nem, én most max leszorító erőn vagyok. Genesis. Hogy írja? Genesis. J-vel, Genesis. Milyen Genesis ez? Ózom vagy nem ózom, mi az? De. SX-33. Annyit tudom. Ózon Genesis? Mit tudom én? Hát ez valami tuning cég felé. Vagy nem SX-33 az tuti. SX-33 Gaming Chair Genesis Zone. Hát a 33 az még mindig van, az biztos. Hallod, Nitro 880. Van 308 volt a végsebességem. Feri. Na. Hát azért ez már nem akármi. Onnan? Van plusz egy párnája, ez az igen. Ja, meg, hát igen, de ez a kemény kartám lesz, úgy utálom. Aha. Amúgy. Hát nem könyökölni kell rajta. Hát én könyökölök rajta. Mert olyan csontos a könyököm, hogy nem tudok nem könyökölni. Én nem tudom ezen, hogy fogok ülni amúgy otthon. Mert egy kicsit magasabb az asztal, mint ez. Szóval... It's not bad. Hallod, rosszabb időt mentem, Dávid, leszorító erről. Hát igen. Én sokkal. Jó, mondjuk egy gyors részen is nyilván... Én egy gyorssal mentem rosszabbat, szóval... Aha. Balanszolt fordom én. Hogy a rákba? Jó, ha belegondolsz, akkor amit... behozol itt, az végsebességen elmegy. Hmm. Első szektorban még mindig jobb tőlem Bottas. Jó, mondjuk azért abba a csikok a gyarul azért. Lehet hozni. De... Köszi, Bretchman. Tuning cég ETS-t ismeritek? Hagyjad már, hát ugyanazon a gumin futotta meg. 1.36. Hogy futottam én 1.36-ot? Komolyan, elején 1.38-5-tel kezdtünk. Én azt nem tudom, Dávid. Vágom le a kanyarokat. Itt az utolsóba... Lehet jó. Itt így? Nem. Ja. Diszkvalifikálva. Például itt ebbe a kanyarba, az utcsó kanyarba lehet ezt megcsinálni, hogy nagyon jól így rágyene... rágyene ennyire? <síted. gül> Például. Ezt csak azért is kijövök eléd. Jó van, kösz szépen. Engedj már ki! Ó, a picsába. Hát, Dávid. Szomorú. De azóta sincsen beleírva Gizibe az a parancs. Extreme Tuning System. Most csináltak egy GTR-t 2700 dolláros alapjárat. Meg tudok elkülni. És ez magyar? Ja, azt vágom. Azt vágom. Extreme Tuning System? Ja, mondjuk nem, valami más, valami... Nem is tudom mondani. Extreme... 20 percünk van? Jó. Szép. Ez valami orosz. Figyelj, ez tök jó ír, hogy megfutottam Bottas meg ilyenek, de én e versenyen ezt akkor sem tudom teljesíteni annyi körön keresztül. Ez lehetetlen. Blackman!
No way. Tényleg, hát olyan nagy a végsebességük, hogy lehetséges, hogy akkor mégis verjük őket. Lehet, hogy annyival lassabbak a kanyargós részen. Az a baj, ott mindig megkapja majd ellenem a DRS-t az egyenesbe, és ott meg fog enni. A trip. Hát mint eddig. Hát igen. Még ha utána vissza is előzem. Hello, Ákos! Ó, hát ez nem úgy működik. Mi? Ja? Eladni a bort. De amúgy mennyit adnál érte? Attól függ. Azt én meg akarom kóstolni. Minőségi cusznak tűnik. Ja, ott vág le a picsába az utolsó kanyar például. Mi az 110 000? Feri, nézz az utat. Jó. Úristen, hogy hozok a első... What the fuck? És visszaestem, és megint feljöttem. Mi a szar történik? Jó, mondjuk a gyors körömbe ott nagyon rossz volt az első kanyarom, tényleg. Minden más meg jó volt, szóval rip. Akkor értem, hogy Bottas ott miért jobb még tőlem. Hatodik lettem, a tök. Jó, majd időmérőn úgyis szarakat mennek. Uh-huh. És ne törd össze az autót felé, jó tanács. Oké. Okay. Lengyel mézes bor, ami már 3 éves megfelel, húha. Tök jó hangzik ez a mézes bor, de ugyanúgy megkúrja a torkodat, és ugyanúgy rohadt erős alkohol íze van, amit én még mindig nem a kedvencem, szóval. Nem mondom, hogy punci vagyok, hogy az ízesített piákra izguljak, de... De igen. De igen. Miért sodródik le az ideális ívről? Vegyem még lassabban. Hát ez nagyon jó. Csá, Ricardo, hello, szia! Fuck. Fuck.
Nem tudom, hogy hogyan lehetne jobbat menni ebbe a csigába. Próbáltad már szélesebb ívről bevenni? Tehát, hogy kimész teljesen a szélére is úgy? Aha, nem. Akkor próbáld meg. Mert a végén ugye így megtörik így be. És azért, hogyha úgy mész, akkor majdnem nem kell annyit kanyarodni. Szerencsére nem értem, amit mondasz. Ja, akkor jó. Mi? Tehát, ha nagyobb ívbe mész bele, akkor nem kell a végén még jobban betörnöd, hanem egy íven fogsz menni. Aha. Én is úgy mentem az előbb, és javítottam egy kicsit. Oké. Aha. Tehát itt az elején menj ki a szélére, ne az íven, hanem mellette. Tehát itt, így. Majdnem a füvön. Az már sok volt. Elnéztem. Majdnem a füvön, és Feri benne. És Feri a füvön is le. Hoppá, hoppá! Miért lehet benne driftelni? Ennyire szar a gumi vagy csak? Nem. Hát nézzük meg. Ja, nem azt mondom, hogy plusz 100 km per órával menjél. De nekem az előbb beadta. Az előbb. Miről maradtál le? Semmiről. Egy órányi szabad edzésről. Dávidot diszkvalifikálták. A picsába. Mert vissza akartam jönni a pályára. És megvártod, míg elmennek? Nem, hanem meg kellett fordulnom, ezért addig visszafele mentem. De ez csak a szabad edzésről, nem? Aha. Volt egy rossz érzésem. Mit csináltál hátra fele mentél? Nem, meg jöttem ki a showdrive-ból, és éppen mivel fordultam rá az útra, ezért hátrafele mentem egy kicsit. 2 métert. Ja. És azért diszkvalifikáltak. Az igen. Na most megpróbálom úgy bevenni. Faszába. Jó az a játék, csak szar. Na nézzük Feri faszára, mármint. Jó kanyart. Faszán rontottam egy fél másodpercet, mi a tök? Na, legalább tudlak kritizálni. Jó. Vagy kicsit elfőköztem. Amikor megcsúszik, akkor kell még egy tőgáz. Húha, az... lebomlott. Mi a tök? Hallod, olyan füves a gumi, hogy nyomok egy kis gázt, azt... Feri, ne a... Jó. Pedig azt hittem, hogy elütöm. Ennyire nem szar a gumi. 20%-ot. Tökön. Gyere már le róla! Takarítsd. Ugye kinyúlok, azt le... Mennyi idő van még? Bullshit. 15 perc. Jesus. Volt egy rossz érzés, amit talán ezt úgy fogja venni, mint hogyha... De mondom, ennyire... Faszta riszkja nem lehet a játék. De lett. Két stream között egy kis PD2? Persze. Mm-hmm. Nem eszek, nem iszok. Amúgy adnám. Nem látok, nekem el kell mennem. Mentől is van a verseny, 3-tól? Mhm. Jújjújjúj. Ilyen 12-3%-os a motorom. A szabad edzés alatt az úgy jó. Na. Akkor jó. Mi neked mennyi? Ja, már nem tudom megnézni. Vicces. 8-ra emlékszem. Ha néztem volna. Az MGU az mi? Az hívó sorot, vagy mi? Um,
Milyen verseny? Kérdőjel nélkül. Kérdőjel nélkül, meg főleg. Na jó, de most Time Out ilyen Blackman. Ne. Blackman! Na, jó, kijavítottam. Köszönöm. Milyen hát verseny? Hát a verseny. Hát nem verseny egyébként. Majd de. Idő elleni verseny. Ez csak úgy, ez egy hobbi. Sétakocsikázás. Nincs verseny meg ilyenek. Itt a padlót nyomok, miért kezd el kicsúszni a seggét? Nem fog csúszni a kezdés. Elvileg nem. Itt vagyunk rá. Ja, de hát akkor írjuk, ha csúszik. Ha nem, akkor nem. Ja. Hát a futam verseny. A verseny. A verseny. Nem, szabad edzés. Nem ezután nyomjuk, mert ugye most időmérő, hanem délután. Ja. Két etapban nyomjuk a streamet. A Forma 1-es streamet. Ekkora egy fos szarkanyar. A tököm elszáll. Az. Kopik a gummi. Már egy fél versenyt lementünk, ahol 20 kör. Ja. Jó, mondjuk te nem. Hoppa. Jobban fékezd már vissza! Műgyinyát! Ó, beadjad! Annyira szorulom, hogy nem mész. Fékezni. De... Box this lap, please. Várj. Hát negyedik vagyok az, hogy mondjuk jól. Jó. Felül, basz. Csúszik az a szar, fogjuk arra. Koncentrálj! Hú, el ne felejtsem a Opelon a hátsó kereket előre rakatni. Ja, most miért? Hát, nézzük Bottas. Ma... Tudod, nyáron kikapartottam. Mi a szar, milyen hamar elváltja? Azt mondta, hogy box this lap. Júj! Neki mentem a hátsó kerékkel a izé falnak. Szedjétek le róla a füvet is, gyerekek. Meg adjatok egy másik szettet. Valami meg kell dolgozni. Nem dolgozzanak már. Neki meg főzünk. Micsoda előzés? Elment mellett a picsába. Jobbulást. Mindenki beteg? Hogy értem? Hát a tökömet. Én is az voltam. A harmadikán. Én egy évben egyszer vagyok beteg, de akkor nagyon. Hú, még ennyi idő van. Jó megy a srác. Jó megy? Mhm. Mindig zöldbe tartja az autót. Igen. Köszi Dizel a csirt. Holnap suli van, szerinted miért megy el mindenki Madokihoz? Tényleg holnap suli. És egy kidő. Már meg múlt héten is suli volt szombaton, nem? Valami volt, ja. Holnap is az lesz, reggel a rádióban is hallottam. Faszam. 8 perces időmérő.
még Feri megy egy három kört. Köszi, Blechman! Nézd! Azóta keresztbe nyomatta ezt a kanyart. Múlt hét előtt, meg az előtt két héttel. Az igen. Nem is értem, miért nem adja Feri az izét. A izé az... Gumi. Nos sem. A nyertesünk már visszaír Dávid a kormánnyal kapcsolatban? Vagy még mi se írtunk neki? A picsába. Tehát... Na, szóval majd a sünetben. Szóval majd a sünetben intézni. A picsába. Nem, amúgy minden kordában tartunk. Ó, Feri, rohadjál meg. Mi van? Rátapintottál a lényegre. Szerda óta itthon vagyok, beteg vagyok sajnos, vagy inkább csak nincs kedvem bemenni az osztály fele fullba nyomni a drogot, aztán valami nincs kedvem hozzá. Jó, hát ez jó. Csak a fele! Örülj neki! Tök jó arány. Három húsz. Egyenes ráfordító, az... Kész. Na mi van vele? Tök jól, láttad a lelátót? Ilyen lyukak vannak a tetején. De ilyen nagy kerek lyukak. Csak hogy biztos alázzanak, aki alatt ül. Hát a tolcsóbb a jegy. Az lehet. Feri, mi a tökömet csinálsz? Mit keresel itt? Láttál egy százast? Friss gumi. Bemelegedett. Na csak majd időmérőn. Javítottál azóta időt? Egy picit. Ki van mögöttem? Verlaine. Mögös, nem is vagy annyira szar. Kettő tizedre vagy a Verstappentől. Íj, a kötőártyúladás, de utálom. Az melyik? Az az szar. Óra? Az itt van? Nem, szem. Ja. Volt egyszer, kétszer. Az faszolat. Csepegtetni, meg ilyenek, nem? belegondoltam, elkezdtem könnyezni. Te meg mindjárt sírsz. Na, mindjárt orvoshoz megyek. Mindjárt az lesz neked is. Belegondoltál. Csak én vagyok olyan büdös gyökérparaszt, hogy diszkvalifikálnak a szabad edzésen. Aha. De ez még nem szabad edzés? Mondjuk szabadon mehetsz szembe a forgalommal, vagy valami? Szabadon csinálsz, amit akarsz. Látni látsz, csak... korlátozottabban. Kicsi a látótávolság. Mi a kicsi a fóv? Megszor a látót. Feri! Menj már egy olyan kört, amikor csak nem fölöksz meg. Csak elengedtem Verlaine, na! Stílusosan! Utána meg majd szivat. Hát most nem volt jó? De. És ki is megy a picsába boxba, érted? A tökömet az. Nyomjad. Jó, hát ne is mondd. Mi? Koncentrálj. Ja. Jó, vannak. De így most furul, koncentrálj! Hogy hallom, ha kocsi hangja. Dávid, szerintem engedd. Jó van, sárga gumikon, mit akarsz? Jó időt menjek. Második kérdés kérdőjel nélkül. Nem lesz ez egy hosszú életű. Ez így nem? Mm-mm. Szokjuk Blackman, hozzá kérdőjelhez. Na Dávid? Amikor vettem már egy amúgy nem három tudom már, hogy ott éve. Éve. Ja. Vagy ezt azóta is jó. Hát még otthon volt, hát még stúdióz nem volt. Hát. Még azelőtt egy hát. Három éve van minimum. Ha csak nem négy. Van róla Insta posztunk, azt hiszem, nem? Ahogy hozzuk el, be van kötözve a hátsó ülésen. Az a Vive. Ja. Hallod, fog egy ezresbe, Dávid.
Ez a vibe. Írta a... ő. Vágom. Láttam. Egy ezresbe. Na? Nekivágjam a falnak amúgy? Vezetés közben ne telefonozatok. Hát nem. 3 percet van fel, hogy megfúrd életed körét. Jó, akkor bemegyek gyorsabb boxba. Megnézem én, megnézem én! Én is meg akarom most már. És bement a box. Most vett egy G27-et 49 ezeré, az nice. Használtam. Itt épült a stúdió. Már elérte odáig? Jó sok posztom. Uha. Már végén vagyok. Vagyis a legelején. Hát akkor még jogsink se volt, te vadállat, amikor én ezt a kormányt vettem. Ne őrítsél már meg. Kamionnal szerinted faterra voltunk média már, azt vele vettük. Nem vele? Mert hirtelen láttam, hogy valami... Hát én még emlékszem is, hogy ez volt az utolsó a média márukba. What? Miért nem emlékszel rá? Most már valamire emlék. Szerintem Facebook posztunk volt inkább. Mert Istán nem találom. Holnapra mondják, ahova ott Pécsen 20 cent is lehet. Uuuuuh. Mehetünk szánkózni, de... Aha. Szánkó. Vagy beülünk a Subaru-ba. Lesz szánkó. Nem lehet megnézni a képeket. Akkor le kéne ponyvázni a kocsikat picsába. Vagy beállni a garázsba, ja? De jó, hogy... Szádba állok bele mindjárt vele. Igen, ez mi? Milyen kaját ettünk? Hát, mutatot csinálta, fogadjunk. Mi nem csináltuk volna meg ilyen szépre. Mondjuk te arra, mint emlékeznék, hogy mit csináltuk. Itt raktuk, itt a Vive. Megint egy kérdés kérdőjel nélkül. Hát a tököm tele van most már. Nem tudom. Lehet, hogy ez valami új szleng, érted? Ja, nem. Nem te. Ez igen, Dávid. Csak gyámlok. Hosszú életű volt, tehát ugye ezt kiraktuk. Istenem, hogy te kis iszarágba. Most tudom, hogy hova lett. 47 másodperces időmérőn kell bemutatnunk, hogy mennyire vagyunk királyok. Vagy mi. Megmutattam a fotós tudásomat, itt vettük a kamerát. Kamera előtt vettük a kormányodat, vagy vetted? A rák, tudja, a G. Hát de nem á. Nagyon remélem, Kratix. Milyen jó lett fönt. Ja, mondjuk, ez egy idő. Jézus Mária, de beszartam, így hirtelen hangos volt. Na, hát akkor Dávid az első, csak nem írja ki a játék. Nem, ez csak inkább ilyen hanyagság. Szerintem. Kérdője hiány. Na, hát elvileg megfuthatóak a srácok. Figyelj, hogy pole pozíciót megfutnék, az azért érdekes lenne. Szerintem már a rajtnál sem tudnám megtartani a ball pozíciót. De... ha esetleg mégis meg tudnám tartani... Hát Dávid... végig megtartani. Az utolsó körig. Úgyhogy seggedbe lihek Bottas meg Hamilton. Hogy be van szívva az ott tele. Mert jó. Zsa. De jó, hogy rám engeded a parasztot. Hát de nincsen. Hát,
Hát ez rip. De régen voltam már időmérőn. Oh, pont adom. És nem rakta ki még a Nightbot. Lol. Érdekes. Hülkenberg, így nem leszünk barátok. Pusztulj el előlem. Na, itt a kakaós csigába be lehet melegíteni a gumikat. Az egy biztos. Full gázzal. Olyan hogy lehet színesen lesz írni, sehogy, mert bannal jutalmazzuk. Ja. A boiler csak azért írta színesen, mert a Linknek érzékelte. Színesel. Azért kék, mert ugye rá tudsz kattintani. De ha színesen írsz, akkor... Mint hivatkozás, ezért kíváncsi vagyok, milyen weboldalt tud be rá. Gondold van ilyen izé? Weboldal. Ki tudja. Oh, pont adom. Adom. És mi a weboldal a címe? Oh, pont adom. Na, igen. Na, durrancsunk rá. Csak nyugodtan. Júj, de tapad! A weboldal nem elérhető, hát... Rip. Júj, van baj. Ez de nem jó kör. Hát jét se. Magnussen. Csúszkáltam, mint disznó jége. Anyád picsája! 1.35-9! Hú, ja, maximumos izé fogyasztás miatt. De 1.35-9! És mindjárt jön Rosberg! Már nem azért! Vagy Hamilton, meg Button. Ja. Vagy mi. Abá! Vigyázz! Na, a Hülkenberg negyedik vagy, gratulálok az élethez. Na, P8-ba benne vagyok, az fújó. Ó, Tomó, kösz szépen. Milyen... Mi az? Mit aktivál a kód, ha lehet tudni? Igazából... Discordba el tudod küldeni, Discordon, privátba valamelyikünknek, vagy e-mailbe. Ja, pont ad. Ja. Lego The Hobbit? Hát meg az pont most old. Ingyenes mindenkinek. Így az bárki beválthatja magának, nem kell hozzá sorsolás. Így ezt kisorsolni szerintem egy kicsit bullshit szagú lenne. Egy ingyenes játékon? Ja. Ez jó. És a mai streamben a főnyeremény nem más, mint egy ingyenes játék. Amit bárki letöltött.
figyelj, most beregisztrálok 48 ezer akkunttal. A szándék a lényeg. Ez így van. Ne csüggedjen, aki nem nyer, az is nyer. De jó, hogy most meg kell mennem egy kört nulla üzemanyaggal. Nesze semmi fogd meg jól. Feri, te most komolyan elmész még egy körre. Hát, mert az előzőbe kicsúsztam. Köszönöm szépen. Frönc. Frönc behozta. Egy 35. Hát ilyen jó időt. Jó, mondjuk a Max miatt, de... Na. No. Köszi a kódot. Feri plusz egy játéka. Jöhet. A kontodra. Annyi úgy lesz, mint nekem. Hát annyi nem. 344. Na, és ebből már ilyen koros. Egyik se. Azokat nem számolja bele. Nem. Ja, ez mi? Ups. De hát... Mi a... háromszor előzött Maggi Sainz. Vagy négyszer. Kereste a hostot. Amúgy jött Sainz, leelőzött, vissza, és közben más is kielőzte őt. Tehát, hogy érted? Ó, miért nem mentem volna neked? Direkt jó éven megyek amúgy. Hát, bocsokon. De ki tudsz előzni? Le fog járni az időmérő, mire végére. Eléggé lehűt a pálya. Megjött végre az a Fors Dávid. Az aksia lámpához. Na végre. Ekkora lesz. Milyen széles. Hátra fog nyeklenni a lámpa. És a nyereményjáték elindult! Egy perc... Jaj, várjál. Elcsesztem. Tehát most... Tehát elindult a nyereményjáték. Aki szeretne egy ingyenes arra játékot... Aki az... szeretné megnyerni az ingyenes játékot, az mindenféleképpen írja be a felkiáltójákkel, hogy megnyeresse azt. Tehát felkiáltóják kell, gyerekek. Már hát. Na, valakinek kell az ingyenes Lego. Szerintem homepage zárjuk is le. Hagyj már egy ropit. Ne nyúkálj az én ropomé. Leesett! Oh, Jézus. Te PC játszom. És még meg is jelöl kérdője nélkül. Stroll, te miért akamet csinálsz? Nézd! Dávid. Jön velem. What? Az előbb olyan lassan ment, mint én. Az egyenesbe így jött mellettem. Most meg kijelölsz, az is ilyen. De Tomó, a szándék a lényeg. De honnan van kulcsod rá? Feri, az úgy ingyenes Humble Bumble-on. Ja. Lejárt. Lejárt. Baszki, most értem ki a pályára, ne szívass már. Ezért csak nem diszkvalifikálnak. És a nyertes nem más, mint a Pick the Winner! Slabista vagyok. Slabista vagy. És... Parancsolj, ime a kódod, aktiváld be, ha viszont már valaki beaktiválta előtted, ne csüggedj, arra felmész, Humble Bumble-re, akkor onnan is kapsz. No. Opa, Science, jaj! Kéne menjek eléd. Igazóta is mész, Feri. Csak kecske, aha. 70 nem megyek végig a pályám. Még mentél ráadás körte izébe? Benzin nélkül. Erre hát érek. Kecske, lemaradtál a nyereményjátékról, biza. Hát igen, pedig ha tudnád, mi volt a nyeremény, tudnád, mit rejt az a kód. Az összes kívánságlistás játékodat egybe. Egy ilyen special kód. Egy Steam, amit az összes játékkal rendelkezik, hallod? Az mekkora, hallod, az mennyit érhet? Milliárdokat, érted? Nincs olyan. Sajnálom sem. Kívánság listán két játék van. Na hát, nekem 50.
Danita Zhao az mi? Tudti valami japán pornós játék. Hogy mennyit javítok? Ebben mi a lényeg? Három napig ingyenes Daisy LOL. Menni kell, jönnek a bambik. Azt a rohadt Feri, négy tizedet hoztam még rajta. Az igen. What the fuck? Mondjuk még nem látom kin buttont, vagy ki a rák az már mindig. Azt mondom, hentai. Mi az Feri? Egy gumipöccsel kell. Bottász, ja. Lehet vele játszani, meg megenni más kukit. Mi? Feri, nézd meg, Bottász hanyadik helyen van. Várjám, az érdekesebb. Lehet romantikus vacsorázni, közben támadnak. Vitt haza rózsát a lány kukinak. Lány kuki? Komment tinderezett. Tinderezik a kuki? Volt egy telefon, és így forgott rajta, mindig így elhúzta balra, tudod el. Jesus! Hát Bottas. Mi az? Nem mondod, hogy még téged sem bírt megfutni, Bottas. Kudi! Királyak vagyunk. Azt figyeld, miért futottam. Ennyi. Én meg majdnem Hamilton is utolértem amúgy. Te ebből így egy... Úristen. Mondjuk sárga gumi jött ki a hülye. Oh. Bottas. Meg Hamilton is. Oh. Mi a jobb egyenesebb a sárga gumi vagy mi? Hát ha nem cseszem el... Dávid, léci! Ó, hogy rohagy le! Szevasz, Feri! Csak nem sietnél! Ha? Mennyi időd van még? 4 perc. Az mindenre elég. 7 euró ez a kukis játék. 7 euró. Egy. Mindjárt mondom. Genital Joosting nevű játék. Genital Joosting. Ez a kedvencem. Most néztem rá a videót. Olyan bullshit reklámok vannak telefonra, hallod. Amikor oda van vágva a csaj zöld háttérrel egy ilyen játék, hogy először veszít, jaj, utána meg nyer. Tudom. És nem jól reagál rá, mert nem el is, van meg késve. Nem is azt csinálja. Nem is az, szerintem. És még belemutatta az egyiknél, láttam, hogy belemutatta a kamerába a telefon kijelzőjét, és nem az volt a kijelzőn, érted? Tudom. Hát a tököm eldurran. Keske, nézd meg, nézd utána Steamen. Ez porzalmas. Miért az multis diesel, ez a kukis játék? Instant buy, Dávid. Multis kukis játék. Feri, meg ketten nyomhatjuk. Kecske, nézz utána. Kukis játék. Feri banned from Twitch. Kajak múlt is beszarok, nem, azt nem néztem, csak hogy... Mit tud.
Anyám. Bitturbónak van róla videója. Hát igen, mondjuk. Akkor azért volt olyan, valahol ismerős volt az a játék nekem. Ő szereti az ilyeneket. De ennyi miatt nem láttam azért belőle. Az nyer, akinek a legnagyobb a pélója a végén. Oké. Okay. Már nem sokáig Tomó, már nem sokáig. Feri szabadon játszott majd kukis játékokkal. A saját csatornájam. A saját szobámba. Igen. Sötétbe. Miközben be van zárva az ajtó, hogy anyukája ne tudjon bejönni. Ja. Feri, én nem gondoltam volna, hogy ebben a szezonban lehetséges lesz majd az, hogy megnyerjem. Ja. De most, hogy feltámad bennem egy reménysugár. És lehet. És lehet, hogy jó lesz. Frunc! Mit csináltál, Frunc? Semmi. Szurkolok fel, nyomjad. Jó vagy. Ne, fél perc van még, Dávid, még mehetek egy kört majd. Vagy nem? Hát, ha bejössz, akkor nem. Hát, de ha letelik az idő, és akkor érek be, akkor már nem kell menni, az fix. Hát igen. De most. Ja, most vagy gyors köröm. Aha. Jó, le fog járni. 5 másodperc. Érted, végig zöldbe voltam, és itt elrontottam. A harmadik szektorban. Nem, már jó voltál, Feri. Szomorú. Nekem tetszett. Harmadik lettem. Veddig is annyi voltam. Hát bár egy másodperc van közöttünk. No. Aprítunk. Mert hogy még ugyanúgy egy... Ja, hogy ennyire volt a Hamiltontól. Azt hittem meg lesz, de valahogy 500-ra. Nem mondod. És én meg... Hát igen. Igen. Ez ennyi volt. Na nézzük a... Ezzel a gumival. Rajtolom majd. Fasza. Ami most van-e fent. No Nut November. Destroyed Nut December. Ja, jó. Nem köszönöm. De észbe tartom. Utána meg majd szülős október jövőre, nem? Szülős? Csá, Dávid, én előbb jöttem ki, mint te. Ó, rohagy meg. Az hogy? Azt nem tudom, mert én abban a... Igen, te előbb megnyomtod. Hát lassulok a szerelőid. Hát, ja. Buziferkás. Bal oldali nem kap terhelést most. Bal nem. Terik. Most a jobb. Meg a jobb hátsó. Örültem fel, hogy ismertelek. Még nem banoltak ki engem, úgyhogy... Majd fognak. Bemelegedett a gumi legalább. Azt tuti. Most gumit választunk? Ja igen. Mindig elfelejtem. Föl kéne írni valahova. Vagy meg kéne jegyezni. De az sokkal egyszerűbb, és az nem jó. Lenullázódott a motor. Az hogy nem figyelj. Egész... Engine swap. Versenyigizé van. Hát lehet, hogy csak karrierben működik. Túl nehéz lett volna leprogramozni. Igen. Átrakni abból ide. Kifagyott volna a multiplayer, amikor belépsz is. Ezért nem akarták. Szerencsére így most nem fagy ki. Na így nyomjuk! Most, így most nem annyira fagy ki. Úgy most gyerekek aggodásmentesen izé beléptünk múltiba. Ja. Semmi baj nem volt, mint eddig. És értem. A versenyen tudja lesz van igaz, bassz. Bekapottam.
Ajjaj, Hamilton jön mögöttem. Szomorú. Ez eddig a legútvarabb körömet vegyem. Itt mindegy, csak legyél benne a 10-ba. A 15. Ott vannak azért nem bosszar, de... Hello! Ferenc! Anyát, picsáját, Hamilton. Ó, felrakták, Feri. Ó. Felrakták a gumikat. Ó. Itt jött mögöttem, belefékeztem volna. Még akkor is jó idő. Vigyázz a gumira, ez nem fog közöldönni. Jó. Köcsök Hamilton. Pedig ez egy szar... Hallod, tudod, hogy indultam, Dávid? Megoldottad, Andris. Hallod? Igen. Tudod, hogy indultam? Leraktam lírre a fogyasztást, hogy maradjon üzemanyagom, nem tudom miért. Aha. És a célegyenes közepén raktam föl maxra. Tehát, aha, hogy mi a... Massza, te jól vagy? Hát meglököd hátulról. Mondjuk lehet, hogy gyors körön vannak fel, és nem kellene előttük tötyörögni. Ja, hát... Hello, Ervin! Hamilton, hogy verjön. Hello. Az alladot. A ropogósra. Jó, most csak gumis kör volt. Nézd meg, megint, hallod? Direkt lassan megyek. Ja, hogy Kvyat is elengedte. És még Bottas 15-dik. Háááá, itt kullog. Nem hát akar kielőzni. Mert most először, Feri, még ha felvezető van, meg fogunk állni. Akkor megyek még egy kört, és megint feltartom. Jó. De nem akarnak jönni, hát mi van veletek? Mert előttük szarakodsz azért. Le voltam húzódva. Le voltál? Mhm. Halló, Rick Bence. Hamilton elmegy még egy gyorsra? Hogy? Ha. Mennyi benzint az ez magával? Hagyd kapni egyébként. Jó, jó, jó. Ha le van szarva, hogy ezzel fog rajtolni, érted? Ő Hamilton, ő megteheti. Bemelegszik a gumi. Be. Bottasra így ráhúztam, majdnem neki mentem. Kicsit beszaradtad. Opa. Ha fe... A tököm a... Nagyon lazába nyomod. ...pitlidert akartam megnyomni, érted? És a menüt nyomtam meg. Hát láttam, ügyes vagy nagyon. De miért gyorsult? Hát nem gyorsult, tudod, ezek ilyen lentkerekes autók, és ezek így... Hát a tökömet hagyja. Sokáig gurulnak. Feri, nincsen jó expedíciód? Nekem? Hát mindjárt megnézem. Hát, nem találtam. Yes. Ez már Q2. Feri, nem akarsz csak azzal játszani ezzel a játékkal, hogy... Hogy boostoljak? Aha. Nem. Fuck. Félj, vannak ilyen fizetős emberek. Aha. Nek fizet. És boostoljátékban. Igen. Ó, Hamilton, Hamilton. Jó, még nagyon szar köröm volt, de... Ó, Feri, azért fingatjuk Hamilton. Ha az előző körömet sikerül megfutnom, amit az múltkor, akkor megvan Hamilton. 3/10. És volt a középső szektorban, megfutottad, de még hogy? 1/10-et hoztál Hamilton a középső szektorban, Feri, mi a szar csináltál? Kajag.
Átrepült egy keresztbe egy kanyart, vagy nem mi? Nem tudom, normálisan mentem. De mindenhol máshol megkapsz tőle hármat, kettőt, kettő tizedet. Loller. Roller. Na Bottas. Gyökér! Egy 36-6, mi van? Mi van apukám? Valami nem klappol. A státusznál. Státusz? Jobb oldal. Az ott mi Bottasnál? Ez egy fentebb kerültél a helyed. Oly. Jó? Nem. Hát de mi? Mihez képest? Hát nem tudom. A múltkorihoz képest. Nem, mind garage. Jó. Vagy levezetőkör. Vagy felvezetőkör. Jó. A zászló a levezetőkör szerintem. Valamint, azt tudja, mondtam, hogy bejöttem a boxba. Így vannak belőle az autók, hogy egy kör felvezető, egy gyors, és meg tom? Egy levezető. Mert kettőt. Hát. Meg én is mehetnék még egyet, de minek? Akkor minek mennek ki kétszer? Csak darálják le a gumijukat. Na ő jól csinálja. Okon még ki se ment. Még ki se ment. Így kell vigyázni a gumikra. Ó, útlapon van. Gondolom az utolsó két percben kimegy. Nem, már útlapon van. Ja. És az utolsó két perc van. Na, nem, azért még hat. Tényleg néztem Saudékat. Ugye... Beütöttek a major zárt körű. Chego? Aha. Előválogatóiba. Uh-huh. Úgy elpicsázták őket, hallod? Hmm. Ki? Valami no-name csapat. Ha, szép. Ki lettek picsázva, de nagyon durva. Pedig az ex Cloud9 állt össze szinte. Uh-huh. A régi Cloud9. Mióta nem ők Cloud8? Old Guys Club. A Cloud8. Ja. Yeah. Vagy 9.1. És most az alsó ágat kell végig verniük ahhoz, hogy bejussanak. Mm. És hogyha bejutnak, akkor Dr. Disrespect vállalta, hogy az edzőjük lesz. Ő lesz a coach. Uh-huh. Az szép. Ő fog ott állni mögöttük a versenyen, akik mind lesznek, és ott üvöltözik velük, hogy jaj, de baszkét! Na, azt lehet, azt kívánom. Ja, amúgy adnám. Csak hozzák le a vigaszágat. Hát jó, de Mutko meg Sana szétverték Shroudék a mindenkit, nem valami Chase-en. Persze, 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 ezek durva csapatok. Tehát, hogy azért... Hát ja, de aki minden nap Chase-ik, az nyilván... Ja, tehát ők edzésben vannak csapatokról beszélünk Shroudnak, csak úgy... Viszont tehát ez értető. És nem is úgy mondom egyáltalán, hogy... És mi van, már nem megy? Hát persze, hogy nem megy. Már mióta nem csézik. Mm. De mondjuk ott van Skadoodle, aki Skadoodle. Azt hiszem most hagyta ott a C9-et frissen, és akkor top frag volt, és neki se nagyon adja. Mm. Shroud és ő kerrizik a teamet. Nyilván ezen is múlik. A Virtus Pro meg répja, meg abba hagyták. Kajak? Megszűnt? Aha. Na szép. Hallod, a Virtus Buda Pro matricák az egekben vannak, Feri. Kajak? Mhm. Uh-huh. Úgyhogy megszűnt. Nulla, hát pont ezért. Marketing, ja. Érted? Marketing. 0,04 euró helyett. 0,7. Oppá! Apukám! Tü-tü-tü-tü. Hoppa, Okon most futottam meg a harmadik leggyorsabb speedtrappet. Ebben a pillanatban, hogy néztem ja. Őt. Aha. Eddig valami tizenvalahanyadik volt. Hát jó, hát mi... Ő 3.35 volt, még 3.25-öt. Hát ja. Mégis 20-ak vagyunk. Ja. Gazdagság. Ja, iszunk. Előbb ittam. Ja. Yeah.
Hamilton 333 az első. És még kimegy. Kimegy? Ez normális? Hamilton. Lehet, hogy érted. Azért nem rakta fel az előbb a... csak a sárga szettet. Mi most sárgával ment? Az előzőben sárgával mentek, tudod, mind a ketten. És azért, mert akkor így megspórol, tehát ezzel jött ki, így most három szettje van. Megfutotta az egyikkel most a leggyorsabbat, és utána kiviszi az új szettet. És ha azzal megfutja, ja, a még gyorsabbat, akkor azzal... Ma hova még gyorsabbat? Hát, nem mondjam, de... Tök fel. Na, hát ez így... Érted, mert top 15-be bekerülni sárgával, na hát az... Dia. Ja, ja, ja. Aha. Értem. 200 IQ-os rád. Erre még akár mi is ráhatunk. Ja, Bence az már egy... Jó ideje. Annak. Ja. Már 10 éve lassan. Hát, nem. Nem? Nem tudom. Van az inkább 5 Feri. Akkor jó. I think. Na, kecske megszólalt. Hogy pedig semmi nem változott. Ugyanaz szar akkor is, mint most. Specialista, kecske megszólalt. BO3-on három különböző játék lenne. Wow. Lol. Hát... Érdekes gondolat. És akkor banolni, nem a mapokat banolod, hanem a játékokat. És akkor mindenben jó kéne, hogy legyél. Hát nem. Szar. Hát mindenben úgy... Hát valamiben nagyon jó vagy, valamiben úgy oké, okay, és nyilván az banolod, ami... Hát... Hát jó, de más is tud, érted, és a pont azt. Hát... Még ez azt eredményezni, hogy minden, tehát a banolások által mindig a csapatok a... azzal a játékkal játszanának, amiben szarok. Vagy mondjuk az egyik szar. Tehát rektelés lenne mindig, szóval... Mert azért Cségó map és Cségó map között nincsen annyi különbség, mint játék és játék között. Hát jó. Aztán meg egyébként nem is annyira hívja ötlet. Vagy... Ha nem is banolásos rendszer lenne, hanem fix 3 game. Ja. Az úgy életőbb lenne. Mi a... Na! Azt hittem, kifagyott a gép, hogy van. Enyém lehet, na. Hát így sikerült a Q2, tökéletes. Igazából a Bottasszal nem tudom, hogy mi van. Én a félek tőle, de... 1-11-11-ről vagyunk. Ja, ja, ja. Szóval Feri... Csináljuk meg. Nyomjuk le, miután. Toljuk! És akkor pole pozícióból fogunk indulni. Amit kétleg, hogy megtartunk, de pole pozícióból fogunk indulni, ami... Ami nagyon jó. Ó, baszkert, ez nem... Lassú vagyok. Minecraft Skype VP Cségó PUBG kombó. Hát... A PUBG-t még cserélném mondjuk egy lore-ra és akkor... Vagy mondjuk Hearthstone-ra. És akkor megvagyunk. Ó, Feri, hogy... Dávid! Ha majdnem én vagyok a first priority, vagy mi? Hát előbb kimentél hát, elém, és én bementem eléd valahogy. Hú, de rég játszottam már. Álltunk itt 10 perce, már elszoktam a pályától, azt tudom mi, hogy van. Ó, Feri, rohagyjám. Feri! Ti szoktál fékezni? Én nem. Én csak engedem a gázt. Hát igen, épp ezért vagyok gyorsan. Mondjuk annyival nem. Hú, Dávid! Hú, baszod! Pont vagy én voltam. Hát ez nem így akartam. Akkor jó. Így van, Andrés, jaja. Ajjajjaj! Ajjajjaj! Hát, jaj, 20 percet megcsúsztunk, na. Úgy kezdtünk azért. Ja. De hát mindjárt vége. Hát 2 óra 5 perce megy a dolog. Meg hát egy kis duma, meg ilyen.
Hát most lenyomjuk ezt az egy kört, azt majdnem vége is. Nem lesz. No way. Mi, Dávid, ráérsz, nem itthon vagy, nem csinálsz semmit? Hát amúgy tényleg. Rá ne beszéljél már. Ja, kim van Facebookon, Andris, a Münetre. Facebookon. Még a múltkor kiraktuk Lezsmát. Mondjuk nem tudom, hogy a menetrendben mit írunk hármat, vagy kettőt versenykezdésnek. Nem tudom. Csak hármat. Ja, hármat. Csak ahhoz kéne igazodni. Érted. Cseréljétek már szárnyat, az hagyj menjek a picsába. A dízel amúgy, ha nullás szintre visszamegyek, ugye PD-be, tehát átlépem a infémit, akkor újra a pontjaim, tehát a skill pontjaimból nulla lesz. Tehát újra egyes, tehát újra kell kezdenem konkrétan a játékot, hogy újra nem lesz kiperkelve, nem tudom kiperkelni azt, hogy mit tudom én, kettő ECM jammerem legyen meg ilyenek. Újra fel kell magamat húznom, hogy ez meglegyen. Ma nem mint hogyha egyébként olyan nagy szint kéne ahhoz, hogy ezek meglegyenek, de újra kell kezdeni. De ennek mi értelme? Hát de gyorsabban fejlődsz, ha belegondolsz. 15%-kal. Azért ha belegondolsz, az nem sok. Na de mindegyikkel plusz 15%, nem? Hát igen. Az hát egy akkor dolog. Legvégén már hogy izélni? Hát az egy dolog, de hát most fullos taktik van minden erre a buildre. Ezért mennek ilyen jól a pályák. A dupla SM jammer miatt meg ilyenek. És most megint oda kell menni, szarakodni. Igen. Jó, még végül is akár van benne egy kis fun is. Hogy visszamész az alapokhoz, meg talán, tehát hogy például arra jó, hogy újra átgondold a skill tree-det, hogy esetleg mindent ugyan oda raksz-e meg ilyenek. Mindig egyre jobban finomodik a dolog, de a fegyvereim azok között megmaradnak, nem? Tehát, hogy az nem tűnik el. Csak a skill tree. Na mondjuk az úgy lehet, hogy nem rossz. Tehát azért fegyverrel. Hát, jó, de... Hát meg főként inkább tudással. Ez többet számít, de... Hoppá, kettőt váltottam egyszerre. Ma harmadik vagyok? Ja, Bottas meg Hamilton. Ja, hát nyilván, igen. Dávid, veled mizu? Kezdem egy gyors kört. Az elején 200 millió az offshore-ról elmegy. Micsoda, az elején 200 millió az offshore-ról elmegy, de egyszerű dolog, a pontok elvesznek. Gyors. Várja. Fegyverek van, aha. Ja, vágom, Kai. Aha. A fegyvereket addig nem tudod használni, míg nincs meg az a szint, amennyit tudod használni. Aha. Az érdekes. Az nagyon jó lesz, Dávid! Nice!
Atya úristen, pedig nagyon, nagyon szar kör volt. Pole pozíció! Vagy esetleg még te jöhetsz be elém. Offshore-on elmegy, az egyszeri dolog. Pontok elvesznek, de gyorsabban szerző szinteket. Maszkok adnak plusz 15%-ot. Meg vannak olyanok, plusz 500 XP boost, nekem már majdnem 25% az XP boostom, a fegyverek megmaradnak mindennel együtt. Szerintem menő, mert ha ezt összedökozni akarod, Dávid, akkor mindenképpen meg kell csinálni, mert minden egyes infinite szintlépésre egy achievementet kapsz. Igen, azt már láttam, és ez a vesztem, mert 25 darab van belőle, és így... Fasza. Hát azért a 100%-ozás ez egy erős szó ennek a játéknak a képében. Viszont egyébként az úgy egy elképzelésnek nem lenne rossz, hogy mindegyik pálya a legnehezebb szinten megcsinálni. Amúgy szerintem ugyanúgy. Hát az... Most lehet menni még gumival, nem? Mhm. Amúgy szerintem ugyanúgy. Unreal. De megfelelő odaadással és erőbefektetéssel még akár sikerült is. Jaj, nyilván, hogyha ember farmolós pályára megy meg ilyenek. Vagy éppen olyan nehézségbe, stb. Nincs megvan a trükkje. Hú. A napi 100 szintet meg lehet csinálni. Hát neked múltkor sikerül? Farmolós pályában. Hát, jó. Hát ja, meg ha ismered a mappot, nem szerencsétlenkedsz, hogy nem tudod mit kell csinálni, akkor igen. Ja, igen, a Death Sentence van down. Ja. Tényleg meg az is van. Mi az? Szóval a one down az az, hogyha egy ember kinyif van, akkor vége. Ja. Mármint ha knokkos lesz. Hát jó, de az lövöldözős pályákon, izé. Hát jó. És Feri a pálya végén jön le a lépcsőn, leugrik. Igen. Nem ám néznél engem, Dávid? Mi? Ott. Ja. Nézed a falat. Nem néznek. Ja, az érdekesebb. Egyszer eshetsz földre, ha börtönbe visznek, akkor nem tudnak kiszedni túszszal. Ja. Hát igen, akkor az csak a lövöldözős pályák, nem? Egyszer eshetsz földre. Na várjál, ez azt jelenti, hogy egyszer knokkos lehetek, felélesztenek, utána másodjára már egyből meghalok. Egyre szarabb vagyok, halad. Nem rossz. Gondolom a lopakodós pályákra nem igazán van Deadsen, van Down-os achievement. Mondjuk az benne, van egy olyan, hogy csináld meg az összes pályát Van Down-nal a legnehezebb fokozaton. Van egy ilyen csinált. Egyszer knokkolnak, a másiknál börtön, kivéve ha használsz medic meget, mert ugye az resíteli a knokkok számát. Ó. Oh. Lövöldözőstől egyébként is félek, nem vagy még így. De lássuk Ferit, hogy miért ment negyedik helyről negyedik helyre. Igen. Nem ivítottam sokat. De még tudok menni egy karikát. Hát, ja, kérdés lesz a benzined.
fokú, ha így mondjuk nehezen lesz jó kör. Hát az a manyagom is ki fog fogyni. De nem baj. Hallod, nem is odafigyeltem meg minden, és nézd meg. Jó, mindegy, akkor próbáld meg. Vagyok rosszabbat. Próbáld meg. Ki is csúsztam az előbb. Nekem már fix a pole pozíció. Yes. Fuck yes. Hú, azért Hamilton is oda durrandotta, meg Bottas is. Úristen, miért mentek. Ez nagyon beteg. Ott még nem is menték oda, amihet ők. Génycs, amilyet én most. De amúgy ezt a köridőt én most szerintem csaltam. Mert a hosszú egyenesben pont kaptam magam elé egy versenyzőt, és behúzott, ja. Behúzott szélárnyékkal. Kifejezetten éreztem, hogy gyorsabban megyek, nem tudom. Szóval ez most mag volt. Hát Dávid, hát egy másodperc mínuszban vagyok, vagy pluszban. Na mindegy. És még Hamilton fut egy gyors lapot. Ez igen, apukám! Ez igen. Nem tudom, miért a boxba jöttem amúgy. Why? Ne már! Hát, Dávid. Ezt a pufátlan szorházit. Hát, Dávid nem pole pozíciós. Panyek. Bottas meg meg fog előzni. Szóval. Na mindegy. Azért mindenféleképpen azért jobb, jó mint volt. Mindenképpen jobb, mint volt a legutóbb. Tehát, hogy a legelső körbe falnak menni tőled mindenki. Így hát egy második helyről rajtolok, de még negyedikről. Ha nem már most... a harmadik negyediket végig tudjuk vinni, akkor szerintem jók vagyunk. Ja. Szerintem majd úgy kéne valahogy rajtolnunk, hogy adunk egymásnak helyet. Tehát, hogy valahogy te így, nem tudom, valahogy nagyon kell egymásra vigyáznunk. Tudod, hogy Bottas ott fog körözöttünk szarakodni. Szóval az izgis rajt lesz. A rajt, pisztoly, Edurán, 3 óra 0-0-kor, amikor is elindulunk a felvezető körre. Szóval 3 óra 0-0-kor már indulunk a felvezető körre. Előtte indul a live 2 óra 50 perckor. Akit érdekel, a verseny az legyen itt. Addig is ajánlunk valamit, de igazából örülnék, hogyha még előtte kiírná nekem, hogy konkrétan mi is a felállás. Köszönöm. Hát jó, mennyi? 53 század. Szemét. Szemét. Na mindegy. Én nem folytatjuk. Hát akkor verseny nem sokára. Jaja. 2,5 óra. Na. Addig is nem érdek beszélem. Yeah, y'all ready for this?